Hegedűs kettő alkotásai a kiállítási teret betöltő periodikus képek egy talált családi fotóalbum képeinek transformálásával egy ismeretlen személy ismeretlen élettörténetének nyomait mutatják be, a múlt, az elmúlt idő vizuális feldolgozását tárják elénk. Tulajdonképpen két története van a kiállított anyagnak, az egyik a családi fotóalbum, amit tulajdonképpen a sétáim során az Ócska piacon találtam meg, aztán gondolkodtam, hogy megvegyem, ne vegyem, aztán végül is úgy döntöttem, hogy egy olyan anyag van benne, amit esetleg később használhatok. A kiállítást, amelynek középpontjában Hegedűs II. László képköltészete egy nő élettörténetét mutatja be gyerekkorától érett felnőtt koráig, Csanádi Bognár Szilvia művészettörténész esztéta ajánlotta a közönség figyelmébe. Hegedűs II. László munkásságában a régi tárgyak újraértelmezése az egy bevett gyakorlat, és ennek az albumnak noha tényleg régi, azt gondolom, hogy mégis nagyon nagy az aktualitása. Lévén, hogy eszméletlen mennyiségű kép készül rólunk videók formájában is, fotók formájában is, mindenféle bejegyzéssel nyomot hagyunk magunkról, nem beszélve arról, hogy milyen túl dokumentált az életünk, akár egészségügyi, akár bankos, akár az élet bármelyik területén. Az alkotások lírai érzékenységgel követik azt a technikát, amit az elbeszélő irodalom klasszikusa, a kiállítás címével megidézett Marcel Proust is alkalmazott az Eltűnt idő nyomában című regényében, hangok, színek, illatok, érzelmek vizuális illesztésével kelnek életre a régvolt pillanatai. A tárlat november 4-ig látogatható a Közösségi Ház nyitvatartási idejében.